A Záhoncsapi magyar-ukrán határállomásra gördült be az a kamion, amely mintegy 2 millió euró értékű kórházi felszerelést, egyebek mellett kórházi ágyakat és műszereket szállított Bajorországból. Az adományt az Ukrán Vöröskereszt Kárpátaljai megyei szervezetének Grezsa István kormánybiztos adta át. A támogatás nem csak a határon túlélő 150 ezres magyar kisebbséget, hanem az ukrán nemzetiségű többséget is segíti majd. Mi már évek óta Magyarország kormánya és a kormánybiztosságunk is mindent elkövet, hogy az időnként igen szomorú egészségügyi általános viszonyok ismeretében minél több helyen próbáljunk támogatást nyújtani. Ezért az elosztásban egy nagyfokú helyismeretünk van, és csak ismételni tudom, hogy abban a szerencsés helyzetben van a magyar-magyar összefogás révén a kárpátaljai magyar politikum, hogy többek között a megyei egészségügyi vezetőhelyettes Bíró Erzsébet főorvosasszony, akivel mi régóta jó kapcsolatot ápolunk, és az ő közvetlen szakmai javaslatai alapján kerestük meg azokat a járási és megyei kórházakat, ahol bizony ezeknek az eszközöknek a híján vannak manapság. Az eseményen Viktor Mikulin, Kárpátalja megye kormányzó helyettese köszönte meg az adományt. Ukrajnában jelenleg egészségügyi reform zajlik, így a most érkezett kórházi eszközök még erőteljesebben biztosítják majd a szakszerű orvosi ellátást. Az elosztást olyan alapon végzik, hogy milyen kórháznak milyen jellegű segítségre van szüksége, hol milyen betegek fekszenek, lényegében egy erre a célra létrehozott munkacsoport és a Kárpátalja megyei Vöröskereszt felelős azért, hogy hogyan lesz elosztva a szállítmány. Az adomány, amely 13 kárpátaljai kórházba jut el, Szabad Ferenc, Bajorországban élő, kárpátaljai származású orvosprofesszor és Thomas Habermann, CSU képviselő szervező munkájának következtében érkezett Csapra, és a szigorú vámszabályok ellenére a gyors ügyintézésnek köszönhetően akadály nélkül lépte át a magyar-ukrán határt. A tervek szerint a jövőben nem csak kárpátaljai, hanem hazai kórházak is számíthatnak majd bajor segítségre.